Marosvásárhelyen 2000 magyar diák tanul állami felsőoktatási intézményekben. Mi a Studium Alapítványnál azon dolgozunk, hogy a diákok sikere semmi máson nem múljon, csak magukon a diákokon. Ezért alkottuk meg az úgynevezett Studium modellt, ami az évek során alaphivatkozás lett más erdélyi egyetemi háttérintézmények számára is. A Studium modell lényege, hogy minden egyes érintett szakmai és érdekképviseleti szervezet bevonásával közös fejlesztési elképzelést fogalmaz meg olyan alapvető területeken, mint amilyen az egyetemi háttérintézeti infrastruktúra, az alternatív ösztöndíjrendszer, az utánpótlás biztosítás és szakmai előmenetel. Hogy néz ki a Studium modell a gyakorlatban? Orvosi szakkönyvtárat alapítottunk. Felépítettük a több mint 1000 négyzetméteres kollégiumunkat, ami amellett, hogy gyakornokok, tanársegédek és fiatal szakemberek otthonául szolgál, előadótermet, mini nyomdát és irodahelységeket is jelent. Saját, a minisztérium által elismert szakkiadót alapítottunk. A Studium modell fontos része az európai szintű szakmai képzés támogatása. A Semmelweis egészségügyi menedzser képzővel évente egészségügyi menedzsment konferenciát szervezünk, ami ott szerepel minden egyes, a területen dolgozó szakember határidőnaplójában. Emellett évente 10-15 külföldi vendégtanárt hívunk meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre. Pszichoterapeuta képzéseket szervezünk és dadogás szakértők képzését támogattuk. Évről évre 13 városban próbafelvételit szervezünk a középiskolásoknak, hogy megkönnyítsük a magyar diákok sikeres orvos is felvételijét. A végzős orvosoknak pedig rezidens próbavizsgákat szervezünk, amiknek legfőbb eredménye, hogy nőtt a sikeres rezidens vizsgával rendelkező magyarok nemzetiségi aránya. 2011-től már minden szakon legalább egy magyar rezidensünk van. A Budapesti Marosvásárhelyi Baráti Társaság, a torontói Orbán Balázs Alapítvány és más magánadományozók jóvoltából, illetve saját forrásokból ösztöndíjakat és lakhatási támogatásokat folyósítunk diákoknak és fiatal tanároknak. Évente díjazzuk a legjobban teljesítő orvostanhallgatókat, a legjobban vizsgázó magyar rezidenst, a legjobb egészségügyi szakújságírót, és a Miskolci Dezső emlékdíjjal tüntetjük ki azt a személyiséget vagy intézményt, amely jelentősen hozzájárult a marosvásárhelyi állami magyar oktatás fejlődéséhez. Miről szól a Studium jövő? Építkezésről és nem csak átvitt értelemben. Csepsiszentgyörgyön és Szatmáron szolgálati lakásokat építünk a Marosvásárhelyről kiröppenő fiatal orvosok számára. Alumni rendszerek beüzemeltetése, szakmai közösségek építése, korszerű infrastruktúra fejlesztés, ezek számunkra a következő évek prioritása. Büszkék vagyunk a vásárhelyi diákokra. Sikereik a mi sikereink is. Így nyerhettük el 2003-ban a romániai OSZIM márkavédelmet, 2009-ben a megtisztelő nemzeti jelentőségű intézmény címet. 2013-ban a Magyar Parlamentben átadott Magyar Termék nagy infrastruktúrát, tudást és közösséget építünk. Ez a Studium Alapítvány.